47 milliárd forintos vízügyi fejlesztés, első körben egy 30 km hosszú töltésfejlesztés zajlik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Pedagógus hiány. A pedagógusok szakszervezete azt szeretné, hogy a nyugdíjas tanárok a fizetésük mellé az időskori juttatást is megkapják a jövőben. Tabu témák a főszerepben. Nem mindennapi tudományos ülés szervezett a Nyíregyházi Egyetem a József András Múzeumban. Milliárd forint értékben zajlanak vízügyi fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A beruházás keretében jelenleg egy 30 km hosszú töltésfelújítás zajlik, amely megfelelő árvízvédelmi felkészültséget jelent majd a térség legkritikusabb részein. Emellett a vízgazdálkodás lehetőségei is kiemelt szerepet kapnak a komplex projekt beruházás teljesítése során. Véges munkálatot elvégezzük. Csatornak a szállás, karbantartás, meszelés, festés, sorompók, műtárgyak karbantartása. Éves beszámolók ismertetésével és szertári szemlével kezdődött az őszi védmű ellenőrzés hétfői programja. A helyszíni szemle során a dolgozók értékelése alapján feltérképezték a védelmi eszközöket, az árvizekre való felkészültség aktuális helyzetét, valamint a fejlesztési és átépítési munkálatok ütemét. A felújítások elsődleges célja, hogy a környéken lakók minél nagyobb biztonságban legyenek egy esetleges árvíz esetén. Szeretjük biztonságban tudni családjainkat, szeretteinket, a javainkat azért, amit megdolgozunk, illetve megdolgoztak a szüleink, nagyszüleink. Úgyhogy ezek a fejlesztések arról is szólnak, hogy jön az árvíz, akkor egyrészt nagyobb biztonságban legyünk. Másrészt pedig, ami rendkívül fontos, hogy nem csak árvízvédelem, hanem vízgazdálkodás folyik, vagyis a víznek a visszatartása, az öntözésre való hasznosítása is egy nagyon komoly kihívás a szakma számára. Ezért a jelenlegi komplex vízgazdálkodási projekt tartalmazza egy új víztározó kiépítését is, ami a térségben már a harmadik lesz. A Szamos-Kraszna közi és Beregi tározó után most a Tiszatúri tartály fog megépülni ebben a ciklusban, azonban ez még jelenleg a tervezési fázisnál tart. A most folyó munkálatok elsősorban a már meglévő töltések megerősítését, felújítását jelenti. Ezekre azért is van szükség, mert idén februárban minden idők legnagyobb jeges árvize érte el a térséget. Az Áhonyi vízmérő az 1970-es rendkívüli árvízszintjét érte el. Egyrészt erősítjük, magasítjuk, szélesítjük a töltéseket, átépítjük azokat a műtárgyakat, amik nem felelnek meg a követelményeknek. Ezek a műtárgyak vezetik át a belvizet a töltésen keresztül a folyóba, illetve itt egy árvízi falnak az építését, támfalnak az építését látjuk. Azokon a helyeken, ahol túl közel van a település a töltéshez, ilyen megoldásokat kell alkalmazni, hiszen a földmű rendkívül nagy helyet foglal el, egy vasbeton szerkezet sokkal karcsúbb, és megoldja a feladatot ugyanolyan szinten. A projekt egyik kiemelt része még a Kisari híd alatti szelvény, ahol a töltést nem megerősítik majd, hanem áthelyezik távolabb a folyótól. Így teret kaphat a Tisza, ugyanis ezen a szakaszon az átlagos szélesség alig egyharmada áll a folyó rendelkezésére. A teljes beruházás keretében összesen 140 fő dolgozik a területeken közfoglalkoztatottként. A munkálatok a tervek szerint 2019 nyarán befejeződnek. A pedagógus hiány az egyik legnagyobb probléma a köznevelésben, közölte Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke Nyíregyházán, a szervezet titkári értekezletén. A szakszervezet szerint átmeneti megoldás lehetne, ha engedélyeznék a nyugdíjas tanárok továbbfoglalkoztatását olyan formában, hogy a fizetésük mellett a nyugdíjat is megkaphassák. Több mint egy hónapja kezdődött el a 2017-18-as tanév. A diákok már az iskolapadban ülnek, ám vannak iskolák, ahol több pedagógus álláshely is üresen maradt, ugyanis baj van a szakos ellátottsággal. Az egyik legnagyobb probléma a pedagógus hiány, ezzel nyilván a nézők is tisztában vannak, és ebben mi azt látjuk az egyik alapvetésnek, és próbáljuk is a megoldási utakat keresni, hogy a nyugdíjas korhatárt elért kollégákat mindenképpen vissza kellene foglalkoztatni ahhoz, hogy megnyugtató legyen ez a jelenlegi helyzet. Ebből következik nyilvánvalóan a pedagógusok túlterhelése is, mert a hiányzó kollégákat valamilyen úton módon pótolni kell. Ez semmiképpen nem tesz jót a rendszernek, és főképp nem a gyerekeknek. A szakos ellátottságon szinte minden régióban lenne mit javítani, értettek egyet a pedagógusok az értekezleten. Főként informatika, matematika és fizika szakos tanárból van hiány, de nincs elég gyógypedagógus sem. Igaz, hogy növekszik a pedagógus képzésben résztvevők száma, de addig is gondot jelent, hogy öregszik a pedagógus.
pedagógus korfa. A másik probléma a szakszervezet szerint, hogy a tanárok bérét a minimálbérhez kellene igazítani, mert a főiskolai végzettséggel rendelkező friss diplomás pedagógusok nem fognak annyit keresni, mint egy középiskolai végzettséggel bíró pályakezdő. A szervezet ugyanakkor időszerűnek tartja az elindult iskolafejlesztési programot. Az iskolák állapota nagy mértékben hat ugye a munkakörülményekre, gyereknek, felnőttnek egyaránt. Én azt gondolom, ahhoz, hogy a mindennapi testnevelést, a minőségi oktatást meg tudjuk valósítani, ahhoz ezek nélkülözhetetlenek, és az, hogy milyen a gyerek állapota, hogyan érzi magát egy intézményben, az egész tanulására kihat. Én azt gondolom, hogy ezek fontos kérdések. A pedagógus szakszervezet továbbra is azt szeretné, hogy a döntéshozók vonják be őket a köznevelést érintő változtatásokba. Hamarosan indul az új nemzeti alaptantervről szóló széles szakmai vita. Nyitott házasság, tabuk és titkok. Nem mindennapi tudományos konferenciát szervezett a Nyíregyházi Egyetem. A Rejtőzködő szexualitás, titkolt identitás című ülésen a történelem során, illetve a napjainkban problémásnak talált magatartásformákról tanácskoztak. Többek között történészek, egyetemi oktatók és újságírók. A konferencia holnap is folytatódik a Józsa András Múzeumban. Rejtőzködő szexualitás, titkolt identitás címmel rendeztek kétnapos konferenciát Nyíregyházán. A szakemberek kiemelték, ez a téma manapság egyre kutatottabb, de más oka is van, amiért a Józsa András Múzeum biztosította a helyszínt. A múzeumok éjszakáján mi bátorkodtunk már ezt a témát egy kicsit feszegetni, ugyanis a Csókolj meg Érdez című kiállítást akkor mi megnyitottuk. Ugyanimiképpen, ami az első világháború idejében lévő szexualitásról szól. Ezen kívül múlt héten, október 4-én a Józsa András Múzeum kötött egy együttműködési megállapodást a Nyíregyházi Egyetemmel, és mindezen előzmények után mi párhuzamosan már szerveztük azt, hogy itt nálunk a Józsa András Múzeumban megvalósuljon ez a nagyon érdekes konferencia. A konferencián számtalan témában tartottak előadásokat, többek között újságírók, akik a bulvár médián túl foglalkoznak például a nyitott házasság megjelenésével. Gyakran előfordul például az, hogy a házastárs, tehát a másik házastárs is tud arról, hogy az illető prostituáltnál tesz látogatást, sőt, ezt ők egymás között gyakorlatilag meg is beszélik és leegyeztetik, és itt eveztem át tulajdonképpen a szexmunka és a prostitúció, a szexmunka és a szexmunkások témájáról a nyitott házasságnak a terepére, hogy kiderült, vannak olyan egyelőre még szubkulturális szegmensek Magyarországon, a magyar társadalomban is, akik a szexualitást az sokkal szabadabban vagy tabumentesebben értelmezik, tehát adott esetben nem tabu az sem, ami a többség számára igen. A tabu döntögető konferencián Hanzli Péter történész is részt vett, aki a homoszexualitás történetéről és magyarországi vonatkozásairól beszélt. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és mondjuk nagyon nehéz is vizsgálni ezt, mert hogy viszonylag kevés a forrás, ami fönnmaradt Magyarországon legalábbis. Egy elnyomott kisebbségről van szó, amelyet sokáig büntettek, 1961-ig büntettek is Magyarországon, mármint a férfiak közötti szexuális kapcsolatot, és emiatt nagyon sokan rejtőzködtek. Ez is az oka annak, hogy nem nagyon vannak források, vagy nagyon kevés forrás van, viszont nagyon fontos ezeket feldolgozni, hogy lássuk, hogy mondjuk hogyan változott a század előttől a 60-as éveken keresztül a rendszerváltásig és tovább napjainkig. Már azért nagyon jelentős változások történtek ezen a téren. A konferencia egyik szekciójának vezetője a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének főiskolai adjunktusa volt, aki kiemelte, azért is fontos ez a rendezvény, mert a történettudományon belül sincs jelentős súlya még ezeknek a tabu témáknak. A hazai kortárs recens történeti irodalmon belül még túl nagy irodalma nincsen, de azok az előadók, akik ezen a konferencián felszólalnak mai, illetve a holnapi nap folyamán, ugye természetesen saját kutatásaik révén, publikációk révén sokat tettek ennek a témának, illetve a kérdésnek a tisztázásához, felszínre hozatalához, ahhoz, hogy vagy azért, hogy világosabban lássunk.
és ugye azt szeretném megemlíteni, hogy az előadók között jelen lesz többek között Paprika Kinga, a közismert újságíró, média szereplő, aki a holnapi nap folyamán kedden a prostitúció jelenségéről, társadalmi hátteréről, illetve a lekapcsolatos szabályozásokról fog előadást tartani. A József András Múzeum együttműködési megállapodásairól és jövőbeni terveiről hétfő este 35 perc című műsorunkban láthatnak majd egy beszélgetést az intézmény vezetőjével. Újabb ellenőrzésekre számíthatnak az utakon. A TISZPOL műveleti csoport éves terve alapján a rendőrség Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi október 9-e és 14-e között. A hatóság vizsgálja a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok megtartását. De a következő napokban fokozottan figyelik még a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét is. A Bukarest és Kárpátalja utca kereszteződésében történt baleset hétfő délelőtt Nyíregyházán. Egy kisbusz sofőrje nem adta meg az elsőbséget, és a védett úton haladó személygépkocsival ütközött. A balesetben személyes sérülés nem történt, az anyagi kár mindkét jármű esetében jelentős. Az esetet rendőri intézkedés követte. Szalagavató helyszíne volt a Continental Arena pénteken, a témáról hamarosan. Előtte nézzük a híradó további témáit. Újabb győzelmet könyvelhetett el vasárnap a Kisvárda labdarúgó csapata. Ezúttal a Budaörsöt verte egy hajrában esett góllal 1-0 rakkondás elemérlegénysége. A Kisvárda 29 pontjával továbbra is a második helyen az MTK mögött az MB2-ben. Ismét válogatott rögbi mérkőzésnek adott otthont Mándok. Magyarország ezúttal Gibraltár legjobbjai ellen lépett pályára. Az izgalmas és szoros felkészülési mérkőzésen végül 21-15-ös vereséget szenvedett a magyar rögbi válogatott a Városállam csapatától. Szalagavató helyszíne volt a Continental Arena pénteken, itt kapták meg a szalagot a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium végzősei. Az ünnepség vendége volt az iskola egykori diákja, Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár is. A szalagavatók története hosszú múltra tekint vissza. A felnőtté válás szimbólumát, a szalagot a középiskolák végzős diákjai viselhetik, jelezve ezzel azt, hogy néhány hónap múlva érettségizni fognak. A szalag a gimnáziumhoz, az osztályhoz való tartozás jelképe is, amelyet ünnepélyes keretek között kapnak meg a végzősök. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium ünnepségét új helyszínen rendezték pénteken. Új helyszínen bonyolítjuk le ezt az ünnepséget, a gyönyörűen felújított Continental Arénában. 156 12-es diákunknak tűztük fel a szalagot ma este, és ők pedig nagyon változatos és színes produkciókkal szórakoztatnak bennünket az est folyamán. Az ünneplőket köszöntötte dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár is, aki köszöntőjében kiemelte, megtiszteltetés vasvári szalagot kapni, hiszen a végzősök egy elismert iskola tanulói. Az államtitkár volt vasváris diákként elmondta, az itt tanító tanárok töretlenül képesek arra, hogy egy olyan világot nyissanak meg tanítványaik előtt, amit a tanulók soha nem felejtenek el. Az államtitkár a gimnázium volt tanulójaként diák éveire is visszaemlékezett. Nagyon jó élményeim voltak, hiszen tényleg az a segítség, amit én onnan kaptam a tanároktól és az osztálytársaktól, az meghatározta, hogy merre felé megyek a későbbiekben. És ha nem támogatnak ennyire a pedagógusok, akik körbevettek, és nem támogatják a sportolói életemet, és amellett, hogy tanuljak, és hogy sikerüljön, úgymond tanuljak, akkor biztos, hogy nem tudok a következő lépcsőfokokra is felállni, vagy felmászni. Úgyhogy nagyon öröm számomra, hogy itt lehetek, és nagyon szeretnék visszaadni az iskolának, a gimnáziumnak, a pedagógusoknak, tanáraimnak valamit, amit csak tudok, mert én is nagyon-nagyon sokat kaptam tőlük. A szalagot viselő diákok ünneplését mától komoly munka követi, hiszen fél év múlva a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákon kell számot adniuk tudásukról. Új
Újabb győzelmet könyvelhetett el vasárnap a Kisvárda labdarúgó csapata, ezúttal a Budaörsöt verte egy hajrában esett góllal 1-0-ra Kondás Elemér legénysége. A Kisvárda 29 pontjával továbbra is a második helyen áll az MTK mögött az MB2-ben. Jól kezdte a mérkőzést a Kisvárda a Budaörs ellen, már rögtön az első perc végén egy hazai labdaszerzés után egy szép összjátékot követően Mánik húzott el a szélen, középre passzolt, Horváth Zoltánnak azonban nem sikerült növelni góljai számát és beérnie a góllövő lista élén álló budaörsi Sajbán Mátét. A hetedik percben aztán a vendégek álltak közelebb a gólszerzéshez, igaz a várdai Izing Máté vette célba saját kapuját, miközben menteni igyekezett a berobbanó Sajbán Miklós elől. A folytatásban itt is ott is akadtak kisebb próbálkozások, a félidő helyzete azonban Horváth Zoltán nevéhez kötődik, akit Illics hozott kihagyhatatlan helyzetbe, a várdai gólfelelőst azonban meglepette, hogy társa zicserben hozzápasszolja még a labdát, így üres kapuval szemben Horváth nem tudta megszelidíteni a labdát. A félidőben akadtak még helyzetek mindkét oldalon, de 0-0-val vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben rákapcsolt a Kisvárda, kapuja elé szögezte ellenfelét, és ismét rögtön a félidő elején megszerezhette volna a vezetést, Mánik azonban földre fejelte a helybeadását, ami így könnyű zsákmány volt Kemenes számára. Az 57. percben egy szögletet követően egy elmaradt 11-es kértek számon a várdai a Kolá Gábor játékvezetőn. Horváth fejese után ugyanis Sajbán könyökét érintve hagyta el a játékteret a labda. Hiába alakított ki meddő mezőny felint a Kisvárda is vetette be valamennyi támadó szellemű játékosát Kondás Elemér, a gól csak nem jött össze a hazaiaknak. Heffler, Ízing és Gosztonyi próbálkozását is hárította Kemenes. A második félidő végén Gosztonyi hagyott ki még egy nagy helyzetet, lövése a kapufa tövén pattant. Már-már úgy tűnt, pontosztoszkodás lesz a vége az összecsapásnak, amikor a 91. percben egy beadás végén jött Illics, és fejesével otthon tartotta a 3 pontot a Kisvárdának. Kondás Elemér szerint sok helyzetet hagyott ki csapata, szerinte igazságtalan lett volna, ha nem nyernek. Szerintem a futball igazságtalan lett volna, ha nem tudjuk megnyerni ezt a találkozót. Pontosan azért, mert az elején rögtön nagyon jól kezdtünk, két óriási zicserünk is volt, kapussal álltunk szembe mind a két szituációba. Utána egy kicsit ránk éreztett az ellenfél, mert a párharcokat megnyerték, jól jöttek át középpályán, és oda tudtak jönni a kapunk elé. Voltak veszélyes szabadrúgások, szögletek, amiben bármikor egy gólt hordozott magába. De ezt ki tudtuk húzni tulajdonképpen, és a másik fél időben viszont ott inkább egy kapura játszottunk, tehát nagyon kevés szerőttel az ellenfél a kapunkig, egy kapura játszottunk, de mindig a utolsó passzokba kis hiba csúszott, és nem tudtunk olyan teljesen 100%-os helyzetet kialakítani, bár lőttünk kapufát, volt olyan 11-es gyanú szituáció is, egy fejes után, meg ugye a Gosztonyinak az 5-5-ről nem tudta jól rálőni a kapura labdát. Végén viszont sikerült. Tehát addig dolgoztak a játékosok, addig mentek, nem adták fel egy pillanatig se, és meg lett az eredmény ennek. Bodnár György, a Budaörs vezető edzője csalódott volt a mérkőzés után, úgy ez így csapata megérdemelt volna legalább egy döntetlent. Érthető a csalódottságunk, mert rászolgáltunk az 1 pontra. Ugyan mezőfölényben játszott a második fél időben a hazai csapat, de nem volt olyan nyomás és annyit kidolgozott gólhelyzet, ami arra adott volna okot, hogy az utolsó percben el kell veszteni ezt a mérkőzést. Hát egy potya gólt kaptunk, de hát ez benne van a fociban. Nyilván ahhoz nyomnia kellett a hazaiaknak, hogy a mi kapunk előtt pattogjon a labda, mert a második fél időben a mi támadó játékunk már elég súlytalan volt. A Kisvárda győzelmével tovább üldözi az Jellovas 31 pontos MTK-t. 29 pontjával jelenleg a második helyen áll, 6 ponttal megelőzve a 3. Kazincbarckát. Vasárnap igazi megyei rangadót rendeznek az MB2-ben, a Nyíregyháza Spartakusz és a Kisvárda csap össze. Ismét válogatott rögbi mérkőzésnek adott otthont Mándok. Magyarország ezúttal Gibraltár legjobbjai ellen léptek pályára. Az izgalmas és szoros felkészülési mérkőzésen végül 21-15-ös vereséget szenvedett a magyar rögbi válogatott a város állam csapatától. Nem az első alkalom, hogy Mándokon rögbi mérkőzést rendeztek. Tavaly például Dánia ellen aratott itt győzelmet a magyar rögbi válogatott Európa bajnoki selejtezőn. Ezúttal pedig pénteken Gibraltár volt Magyarország legjobbjainak ellenfele. A mérkőzés előtt a piros mezes vendégek számítottak esélyesebbnek, a papírforma pedig érvényesült is a mérkőzés elején, hiszen rögtön 6 ponttal elléptek a gibraltáriak. A hajrában végül sikerült a szépítés, de így is 11-3-as vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második fél időben nyomott a magyar csapat, és Gyurcsik Mózes meg is szerezte az első hazai célt. Aztán a játékrész közepén sikerült a fordítás, 15-14-re ment el a magyar csapat, a hajrá azonban a városállombelieké volt, így a vége 21-15 lett Gibraltár javára.
Ez volt az első alkalom, amikor a két együttes találkozott egymással. Gibraltárnak egy nagyon jó csapata van. A magyar válogatott nagyon sokat tanult ebből a felkészülési mérkőzésből a svédek elleni jövő heti mérkőzés előtt. Sok pozitív dolog volt, és sok dolog van, ami még keményen kell dolgoznunk jövő hétig, fogalmazott a magyar szövetségi kapitány. A rögbi válogatott a sportágot népszerűsítő céllal érkezik folyamatosan vissza Mándokra. Nagyon kiváló házigazdáink a mándoki, a polgármester úr, a Forgács kastély, a mándoki emberek. Gyönyörű szép a környezet, gyönyörű szép ez a pálya, és nagyon nagy nyitottsága az itt élő emberekben, hiszen első szóra átalakították a pályájukat rögbi pályává is, képesek vagyunk most már itt is mérkőzés játszani, és reméljük, hogy itt is megszeretik majd ezt a sportágat ebben a régióban. A magyar rögbi válogatott a hétvégén Svédország ellen lép pályára Európa-bajnoki selejtezőn. Most pedig iradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 47 milliárd forint értékben zajlanak vízügyi fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A beruházás keretében jelenleg egy 30 km hosszú töltésfelújítás zajlik, amely megfelelő árvízvédelmi felkészültséget jelent majd a térség legkritikusabb részein. Emellett a vízgazdálkodás lehetőségei is kiemelt szerepet kapnak a komplex projekt beruházás teljesítése során. A pedagógus hiány az egyik legnagyobb probléma a köznevelésben, közölte Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke Nyíregyházán, a szervezet titkári értekezletén. A szakszervezet szerint átmeneti megoldás lehetne, ha engedélyeznék a nyugdíjas tanárok továbbfoglalkoztatását olyan formában, hogy a fizetésük mellett a nyugdíjat is megkaphassák. Nyitott házasság, tabuk és titkok, nem mindennapi tudományos konferenciát szervezett a Nyíregyházi Egyetem. A rejtőzködő szexualitás, titkolt identitás című ülésen a történelem során, illetve a napjainkban problémásnak talált magatartásformákról tanácskoztak. Többek között történészek, egyetemi oktatók és újságírók. A konferencia holnap is folytatódik a Józsa András Múzeumban. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 9-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, holnap egy meleg front szakadozott felhőzete húzódik fölénk, mögötte szerdától kissé melegszik az idő. Az éjszaka első felében még gyengén felhős, illetve derült idő várható, majd erősen megnövekszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű térségünkben, a nyugati szél mérsékelt marad. Reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, a nyugati szél megélénkül. Délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. A mai hidegfronti hatást holnap melegfronti hatás váltja fel. A héten többnyire csendes, őszi időre van kilátás, általában több órára kisüt a nap, viszont az éjszakai órákban egyre több helyen jelennek meg a pára és kötfoltok, amelyek a hét második felében helyenként csak lassabban osztanak majd fel. Számottevő csapadék nem lesz, de kisebb eső, zápor a hét első felében még előfordulhat. A csúcshőmérséklet jellemzően 16-20 fok között alakul.